Rendhagyó módon ünnepelték a Magyar Költészet napját a Kossuth Lajos Általános Iskola torna termében 2024. április 12-én péntek délelőtt 9 órától. Az intézményben ugyanis megzenésített versekkel tisztelegtek-e napon a magyar líra előtt. Az intézmény igazgató helyettese Ipacs Szilvia köszöntötte a résztvevőket, valamint Marikkádas Csilla, magyar szakos pedagógus. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta, vagyis immár 60 éve, József Attila születésnapján, vagyis április 11-én ünnepeljük. Természetesen nem csak őt, hanem a költészetet és a lírát magát is. József Attila az egyik legkiemelkedőbb és legismertebb magyar költőnk. Verseit rengeteg nyelvre lefordították, és műveit a világ számos országában tanítják az irodalomórákon. Ezen a napon minden évben kulturális programok sokasága várja az érdeklődőket. Irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat és szavalóversenyeket rendeznek. Iskolánkba, ahogy már igazgatónéni is mondta, az Akusztik Effér nevű zenekar látogatott el a költészet napja alkalmából. Fogadjátok őket szeretettel! Sziasztok, jó reggelt, sok szeretettel köszöntünk mindenkit! A The Akusztik Effér zenekar vagyunk, és Miskolcról érkeztünk hozzátok, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nem áll tőlünk távol igazából a magyar költészet, mert rengeteg olyan dalunk van, amit sűrűn szoktunk énekelni, ami magyar költők verseire íródott. Úgyhogy ezúttal is hoztunk ezek közül 3-at nektek. Aztán pedig valószínűleg ismerni fogjátok a többi dalt is. Magyar szövegűek is lesznek, de külföldi dalok is lesznek. De irodalmi minőségű szövegek lesznek, mert azt gondoljuk, hogy a versek azok néha a dal szövegekben is megtörténhetnek, szóval nem feltétlen csak az a vers, ami versnek íródik, hanem néha dalszöveg is tud irodalmi minőségű lenni, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény és gyűlik a fellek, surra feleséget, fenn a magasban, dörgedelem volt, dörgedelem volt, dörgedelem, s kék jele her volt, s kék jele her volt, lenn a tavaknak, stükre meg árad, stükre meg árad, jöjj be a házba, jöjj be a házba, vesmerű hába. Ruhádat már esik iskin, már esik iskin. Vesd le az inget, mossa az eső, mossa az eső össze szívünket. Szemmel ülök a
Köszönjük szépen! Ez a dal az előző dal Radnóti Miklósnak a Bájoló című versének a megzenésítése volt. A következő dal pedig azért különleges, mert egy miskolci körtárs költő, Fecske Csaba, Szárnyaim nőnek című versét zenésítette meg. Egy szintén miskolci zeneszerző, Vihula Mihajló. Ezt hallhatjátok a következőkben. Következő dal szövegének a szerzője pedig Lackfi János. Témában most, hát nagyon tavasz van ehhez, az a címe, hogy Hóban, fényben, de annyira szép szöveg, hogy nagyon szerettük volna megmutatni nektek. Szóval Lackfi János szövegére Hóban, fényben. Hallgassátok szeretettel! Csikorog a hó,
A Sajó-Szentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola rendhagyó költészetnapi műsorában a megzenésített versek mellett magashegyi underground dalok is felcsendültek. A következő dal pedig ismét egy magashegyi underground dal, az a címe, hogy Árnyékok. Thank you.
színvonalas költészetnapi megemlékezést, amely egyben József Attila születésének napja is, egy utolsó közös énekléssel zárult a Kossuth Lajos Általános Iskolában.